Tibor vagyok, a Packers Energo Light-nak a tulajdonosa, egyben ügyvezetője. A cégünk most már ides tovább 20 éve alakult meg, 1996-ban. Tehát most jubilálunk. Az elmúlt 10 esztendőben került arra sor, hogy napelemes közvilágítással foglalkozzunk, illetve a napelemekkel és az alternatív energiákkal. Ezen belül mi a napelemes közvilágítást választottuk, és ebben próbálkoztunk egyre előrébb és előrébb jutni kutatásfejlesztéssel. Ez olyan jól sikerült, hogy már 2009-ben Szeulban világkiállításon elektronikain már harmadikok voltunk, Hannoverben elsők, 2011-ben volt a vállalkozásunk az évvállalkozása. Mi gyakorlatilag negyed akkora napelemet használunk, és tizen akkora akkumulátort. Ugyanakkor a ledes lámpáink ugyanolyan teljesítménnyel bírnak, mint a világban máshol gyártott hasonló termékek. Ez annyit jelent, hogyha fenntartásról beszélünk, hogy a mi esetünkben 14 amperórás akkumulátorokat használunk, míg a konkurencia 100 amperórát. Ez azért érdekes, mert a fenntartás egy akkumulátornak az ára a jelen esetben a mi oldalunkról 8000 forintba kerül, ugyanez egy 100-120 amperórás akkumulátor esetében pedig 50-60-70 ezer forint. Ráadásul ezeket az akkumulátorokat a földbe kell elásni, ami jelentősen növeli a szervizköltségeket. Mi esetünkben az oszlopban foglal helyet az akkumulátor, oszlopban van a lámpának a vezérlője is, tehát kvázi nem kell lámpához külön emelőkosaras kocsit kihívni, ha szervizelési problémánk van. Egyszerűen csak a lámpa tartó oszlopnak a szerviz ajtaját kinyitjuk, és ebben mindent megtalálunk, és mindent egy helyen tudunk szerelni. A technológiánk úgy van kitalálva, hogy ne kelljen hozzá különösebben kézi szerszám. Minden kapcsolódási pont gyors csatlakozókkal van megoldva, tehát az akkumulátor bekötésétől kezdve a napelem bekötéséig, illetve a ledes lámpáink, ledes fényforrásoknak a bekötéséig gyors csatlakozós, bajonettzáras kapcsolási rendszerünk van. A napi teljesítményünk 28-30 darab oszlop, ami eddig úgy gondolom, hogy nagy siker, oszlop állítással együtt, beüzemeléssel és komplett átadással. Ez magáért beszél, tehát a gyorsaság nagyon nem mindegy. Ráadásul a világba bárhová is exportálunk, könnyedén lehet megtanulni a beüzemelési technológiáját ennek a rendszernek. Mindenféle információt nyerhetünk az elektronikánknak a visszajelzéseiből. Ledes visszajelzők közvetítik felénk, hogy mi a probléma esetleg a lámpával, vagy egyáltalán hogy épül föl a rendszer, és hogy minden rendben van-e. Ehhez nem kell szétszednünk a dobozt, hanem a dobozon keresztül egy ilyen kis hosszabbítós mikrokapcsolóval, egy gombnyomással minden információhoz hozzá tudunk jutni. Benne, hogy az alternatív energia felhasználása Magyarországon is világszerte is el fog terjedni. Ezáltal a környezetünket kíméljük és óvjuk.